Feloldódni az óceánban, és mégis vannak határaim, ezt nem tudom. Ezért mondtam azt, hogy a csepségét nem veszíti el, csak az óceán tudata megvan. Most gondold el, ha egy csepp azt hinné magáról, hogy ő az óceán. Hát enyhén Cezaromán, narcisztikus és egyéb problémák lennének, ahogy ez egy pár ilyen enyhén fölfújt pszichével elő is fordult. Lettek belőlük világhódítók, proféták, terroristák, szentek, stb. Így. És hogy van akkor, hogy az óceán, és mégis vannak határaim. Ugorj fejest a tengerbe, és megtudod. A templomi szabályzatot olvasó, olvastam egy érdekes gondolatot a fogadalmakról, hogy mikor nyitnak és zárnak. És nem, mikor nyitottak, nyitott. és mikor zártak. Ők nem nyitnak és zárnak, te teszed azt. Erről akartam kérdezni. Szerintem megkaptad a választ. Ennyire azért nem gyors a történet. A zenben relatívak ezek a minőségek, és ezt tesz igazán felnőtté, és előbb-utóbb rájössz, hogy az élet nem játék. És ezért a fogadalmak nagyon komolyak. De nem olyan, mint amikor ki van nyilatkoztatva, azt meg van parancsolva, te meg le vagy csavarozva robotba. Nem. Pillanatról pillanatra fel kell ismerni, hogy a fogadalmak nyitottsága vagy zártsága milyen eredményt hoz. Tehát, ha például te elveszel valamit, ami neked nem volt odaadva, azzal lopsz. Igen, ám csak éppen egy fuldoklónak egy bambuszbotot gyorsan oda és azzal ő ki tud evickelni, nem volt a tied a bambuszbot. Loptál, és megmentettél egy életet. Nézd meg. Úgyhogy, mikor nyitott, mikor zárt, nagyon nézd meg, hogy mi az eredmény és mi a szándék. Milyen szándékból teszed, vagy nem teszed, és mi lesz az eredmény? Tehát a halálom az, amikor valaki a saját tökéletességére használja fel a fogadalmak megtartását, és oly mértékben megszólíthatatlanná válik, hogy az embertelenségig tudja fokozni ezt a önfényezést. Ilyen is van. Aztán olyan is, aki imád meghemperegni a saját sarában, mert tudja, hogy mindig van valaki, aki kimossa belőle. És amikor ez megtörténik, feloldozlak, akkor újra megy és újra bebűnözik, mert ez egy annyira jó folyamat. Tehát hogy ebből se csináljunk sportot. Egyébként is. Én a helyes, egómentes önszeretetről szeretnék kérdezni, illetve kapaszkodókat kérni kapni hozzá, úgy ismerem magam, mint aki egy segítőkész valaki, de hogy ez nem volt egy, nem erény, hanem inkább gyengeség volt. Tehát húsz évesen azt mondta a barátnőm, hogy szeresd magadat, mint fele barátodat, mert hogy az egész valahogy nagyon billeget. Tehát egyáltalán nem ilyen szentnek, meg elemelkedettnek gondolom magam, meg gondolom, gondolkodom magamról az akkori állapotomban, hanem tényleg gyengeség, amikor nincs valami, amit igazából adni lehetne, vagy fajsúlyos lenne. Van egy jó hírem, meg egy még jobb. Egy. Nincs egómentes önszeretet. Erről mondjál le. Van viszont egómentes más szeretet. Tudsz önzetlenül és éntelenül egy másik embert szeretni. Ilyen van. Viszont ha te létrehozod az önképedet, és azt te elkezded szeretni, akkor te nem leszel egy másik ember barátja, hanem félben leszel. Az egyik feled szereti a másik feledet. És eközben te soha nem leszel egész. Tehát egészen szeres egy másik embert, akkor te egészben vagy, és ettől a másik is egészséges lesz, mert a szeretet tényleg mindent legyőz. Ha jól csináljátok, akkor van egy olyan érzés, hogy az egy meg egy, az egyenlő végtelen. Ezt kívánom neked valami ilyen helyes, nem tudom, önbecsülésre, vagy valami hasonló ilyen, tehát, tehát, hogy legyen egy személyiségnek egy tőkesúlya, erre gondolnék. A tőkesúly az az étosz, és az a moralitás, ami szerint élsz. Az az értékrend, amit viszel. És ahhoz, hogy ez meglegyen, az megfelelő hitrendszerre és világképre van szükség, mert érdekes módon, ha a világot nem rakjuk rendbe, akkor magunk sem vagyunk rendben. Fordítva kéne persze kezdeni, hogy magunkat rakjuk rendbe, és akkor a világ is rendben lesz. Egyet viszont tudj, ahhoz, hogy ezt megted, ahhoz a szellemi utat járni kell, ahhoz látni kell. Le kell mennünk a lényünk legmélyéig, hogy a legtriviálisabbnak tűnő önképet is el tudjuk oszlatni. Nagyon mélyek az azonosulásaink, és éppen ezért a hitrendszerben van a kulcs. A hitrendszer pedig, ha jól csinálod, transzcendens és éntelen tapasztalatokon alapszik. Ha ez megvan, akkor van meg az az önzetlenség, amit kérsz, akkor viszont már nem akarod szedetni önmagad, mert nincs mit. Nincs egy külön önkép. Érted? De az egyéválás pillanatában az önszedetet igénye megszűnik. Innentől kezdve dolgod van, és kockázatot kell vállalni, hogy mondjuk magad helyett egy kutyát szeretsz, vagy egy embert szeretsz, az a legnagyobb kockázat. Egy embert szeretni, miért? Mert esetleg viszont szeret, és ettől te kész vagy. Miért? Miért? Mert a szeretet tüzében te átalakulsz, a szeretet kohójában te megváltozol, a szeretet fényében te másképp látod magad, mint addig, és ez néha brutális. Igen, de el kell tudnunk viselni ahhoz, hogy emberek legyünk, sőt maradjunk. Tehát a hitrendszer jó, hogyha korrekt, transzcendens és érzékszerfesz kötött tapasztalatokon alapszik. Honnan tudod, hogy a kétféle törvényt valójában egynek látod? Az érzékszerv fölötti a transzcendens világtörvénye, és az érzékszervhez kötött látható, tapasztalható világtörvénye ugyanaz. Amíg ezt a kettőt külön látjuk, addig baj van. Csak az egyik az érzékszerviség fölöttire, a másik az érzékszervekhez kötöttre vonatkozik. De ez egy nagy körnek a két delfinkéje, pöttyel, pöttyel. Jó? Én erre a csinovnyik-szerű létre gondolok, vagy arra. Amit Van bürokrata a... közelben? Szerintem rengeteg itt ezen, nem tudom, ezen a pár négyzetkilométeren sokan, vagy amiben, nem tudom, én felnőttem. Mm. Tehát az, amikor valaki ilyen szállalmasan szolgalelkű, lelkű, és azt gondolom, hogy aki segítő szakmában dolgozik, vagy valami hasonló útra lép, könnyen sodródik ebbe ráadásul, azt gondolom, hogy az a neveltetés, amit az én generációm kapott, az arról szólt, hogy egy, egy ilyen mm, nagyon-nagyon szolgalelkű lét. Szolgalelkűnek érzed magad? Azt gondolom, hogy sokkal, most, hogy már föl tudom egyáltalán tenni a kérdést, próbálom ezt helyesen értelmezni. És bocsánat, hogyha ez önzés volt ezen ennyit rugózni, de... Most gondolj el egy olyan világot, ahol senki nem szolgál semmit. Az miért? Senki nem szolgál semmit, és senki. Tehát a szolga lelkű az egy ilyen alárendelt, önrendelkezés nélküli, na de az alárendeltel és az önrendelkezéssel ekkor egoitások mászkálnak odakint nagyon drága autókban. Érted? Arról lenne szó, hogy hogyan szolgálhatjuk egymást. Mert akkor van adás és kapás. Szolgálat, és ennek a szolgálatnak a viszonzása. Talán így jobb. Köszönöm szépen. Szívesen. Én a körről szeretnék bővebben tudni valamit, hogy, hogy, a nulla és a 360 fok tulajdonképpen a végén ugyanott van. Nem. Látszólag. Értem. De a 0 a nulla, és a 360 a 360 óriási probléma, hogy a furmányos tanítvány, hogy egy hármast meg egy hatost akar rajzolni a nulla elé. Hogy az majd úgy rövidebb lesz. Ezek azok, akik megkérdezik, hogy van egy rövidebb út is? Van. Akkor rögtön meghalsz. Az a rövidebb út. Köszönöm. Szívesen. Az önazonosságról szeretnék kérdezni. Te kérdezel? E... Igen. Akkor azonos vagy. A számokkal kapcsolatban, hogy egytől ötig a testhez kapcsolódik, utána pedig a érzelme, vagy lélekhez, ahogy fogalmaztál. A hatos az még agyhoz kötött a fogalomalkotás, ezt mondjuk el, mert ugye álomállapotban nincs fogalomalkotás, de megkülönböztetés és emlékek vannak. Tehát az álomban a hetes és a nyolcas idéglenesen különválik a testtől, míg az első hat az alszik, így kicsit egyszerűbben fogalmazva. Az önazonosság tudata az pedig a hetesben van, vagy nincs. És akkor a kérdés az lenne, hogy, hogy a, amikor egyé válok a mindenséggel, és így az énem én eltűnik, akkor a testet, és a testhez kapcsolódó dolgokat még szerethetem? Vagy az is eltűnik ebben? A kérdésed szükségképpen egy olyan állapotból származik, ahol ez az egyévállás még nem következett be. Amikor bekövetkezik, az a tapasztalat meg fogja válaszolni a kérdésedet. Köszönöm. Szívesen. Hogy lehetünk egyszerre szabadok és teljesek? Az a legjobb párosítás te. A szabadság és a felelősség, ez a legjobb. Van kutyád? Macskám van. Egyel Te vagy a macska gazdája, ugye? Igen. Szabadon rendelkezel a macska felett? I Nem, hát... Hát az, az ő... Tehát, tehát a macska rendelkezik fölötted? Nem, csak tiszteletben tartom az ő... Tehát az ő létezését nem, nem rendelkezhetek fölött, én csak próbálom őt biztonságban és szeretetben tartani. Tehát nem rendelkezel fölött Nem. Oké. Okay. De te szabadon döntöttél arról, hogy ez a macska a te otthonodban lesz, és te leszel a gazdája. Ez egy szabad döntés volt, így van? Igen. Akkor ebből fakad a felelősséged is, hogy oda is oda odakakíjon, kapjon enni, kapjon inni, tiszta legyen. Tehát ezzel a szabadsággal lett a felelősség is. Tudod, hogy ezt az ember mikor látja be kőkeményen, amikor úgy érzi, hogy a realitás, ami addig ilyen szeretetteli, elképesztő hullámokkal simogató, hogy jól pofán vágja, amikor gyereket szül az anyuka, és apuka rájön, hogy na most már nem ő a legfontosabb. Tényleg nem. Most már nem ő a legfontosabb. Most már a gyerek a legfontosabb. És a szabadság és felelősség akkor forr össze teljesen. Hát ez hogy lett? Ja, hogy én csináltam. Úristen! És abban, tehát a szabadságot azzal együtt megélni, mert én azt gondoltam, hogy a, a felelősség ugye köt, köt egy valamilyen szinten a szabadság, meg ugye, tehát a kettő az valahol mondjuk lehet, hogy mégis így teljes, hogy, hogy, szabad, hogy a felelősségvállalás szabadság. Annyira jó hallani a spontán felismerés gyönyörűséget. <laughs> lehet, hogy mégis itt teljes, örüljünk ennek, mert itt teljes. <laughs> Csak azért, hogy milyen nehéz kérdést tett fel, az európai szabadságfogalom az egy tragikusan infantilis szabadság. szabadságfogalom. Azt csinálok, amit akarok. Az leszek, aki akarok. Majd én. És nézd meg, hogy ez a rosszul felfogott szabadság, ez milyen tömérdek szenvedést okozott ezen a földrészen az elmúlt mondjuk 150 évben. Nézd meg. Hogy nem láttuk be, hogy a saját ideáink, elgondolásaink, agyalmányaink szabad kinyilvánítása mit tesz a másik emberrel, és mit tesz a világgal. Erre nem jöttünk rá. De ahol a szabadság és a felelősség ugyanazon éremnek a két oldala, valójában ezek nem különülnek el. Ha valaki érte felelősséget válasz, ott szabad leszel. Neked akkor szabad lesz, mert felelős vagy. Érted? Igen, nagyon köszönöm. Szívesen. Nekem az a kérdésem lenne, hogyha a betegséggel kapcsolatban jönnek hozzá, hogy segítsen nekik, viszont a terápiát, illetve a segítségnyújtást nem fogadják el, illetve a való gyógy, valós gyógyulásra nem hajlandóak, olyankor mi a teendő? Ezt a két tényt ki kell nekik mutatni, és szembeállítani az eredeti szándékukkal. Nagyon gyakran nem azért mennek az emberek a templomba, hogy gyakoroljanak, és nem azért kérdezik a tanítót, mert tudni akarnak valamit. Látnot kell, hogy ő mit hozott be valójában. Az, hogy a szája mit mond, az mellékes. Az csak egy kis barokos díszítés a bútoron. Valóban mit hozott oda lélekben és testben? Csak önigazolást keres? Egy kis szeretetet akar kapni? vagy téged föl akar használni valamire, hogy igazoljad, igazoljad az énségét. Tegyél egy pecsétet az állapotára, sajnáld, vagy esetleg ezt a találkozást szeretné harmadik fél fölé, ugye, fölhasználni. Hát nem kéne. Tehát nem szolgáljuk ki az ilyesféle karmát, és hogyha az elsődleges böcsülettel fölvállalt célért nincs ott, vagy nem helyes motivációval van ott, ezelőtt szembesíteni kell. Így vagy helyes. Ezzel már gyógyítottad egyébként. Köszönöm. Egy, Szívesen. Honnan tudhatom azt, hogy ha valakivel beszélgetek, ő kérdez, én válaszolok, az úgymond vizet adok neki, ez az ő lelkében, tudatában méregé vagy teljé változik? Látnod kell a karmáját olyan mértékig, amilyen mértékben csak tudod, és itt van egy eléggé tiszta ekvivalencia, amilyen mértékben látod a saját karmádat, olyan mértékben látod egy másik emberét is. Hát úgy gondolom, hogy folyamatos úton vagyunk, fejlődésben, és mi van akkor, hogyha én ezt később veszem észre, tudatosodik bennem, hogy itt olyan dolog történt, ami számára esetleg rossz. Hogy akkor ez nekem karma, vagy, Mindkettő töknek, és mivel te voltál az aktív fél, neked kell javítani. Értem. Ha nem, benned marad, és a következő hasonló helyzetben érvényesülni fog. Nem vetted ki magadba. Jó, köszönöm szépen. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, ha előbb beszéltünk a fogadalmakról, és hogyha én tettem fogadalmat mondjuk az esküvőn, ugye az keresztény kultúrkörhöz tartozik, már pedig ahol most vagyok, az nem ide tartozik, de ide húzok. És az lenne a kérdésem, hogy a fogadalmat ugye nem kellene megszegni, de ebből én most megszegem, vagy nem szegem. Te hithű keresztényként tetted ezeket a fogadalmakat? Nem. Hát akkor miben hiszel? Hát annyira nem tudom, hogy miben hiszek, keresem a... Hogyha te keresztény fogadalmakat teszel, akkor legyél szíves, higgyél Istenben. Ugyanis csak ő tud megbocsátani. Nem azért volt templom esküvő részemről, mert hittem benne, de a másik iránti szeretetből. És ebből adódik most a problémám. Szerettem volna, hogyha ide elkísér évek óta, és most sem. És hogy tovább? Te elkíséredőt valahova, ahova csak ő szeretne menni? Igen. Korábbi videókból hallottam, hogy az egy megoldás lehet. Nálunk nem működik jelenleg még. Mióta teszed ezt? Húsz éve. Húsz éve kíséredőt el, vagy húsz éve vagytok házasok? Így ebbe a sor. Még húsz év. Hát ezt nem tudom, hogy pozitív vagy negatív, de köszönöm a választ. Nem pozitív, nem negatív. Ha igazán szereted, még húsz év. És akkor egyszer csak fordul a kocka, és belátja, hogy tényleg, ha te ezt megteszed, akkor esetleg ő is megteheti, de adj neki időt, és legyél elképesztően türelmes, mert a szeretetnek van egy ilyen aspektus, hogy életem, hogyha most te nem jössz velem erre, én akkor is szeretlek. És én szívesen elmegyek veled, de egyszer csak nem fogok. Jó? sokkal nagyobb teret kell adni a szeretett személynek ilyenkor, és nem pedig ugye elvárásainkkal egy nagyon szűk területre beszorítani. Ezt a beszorítottságot senki nem szereti. Értem, köszönöm a választ. Szívesen. Tegyük fel, hogy megsértek, megbántok, vagy egyéb negatív érzést okozok valakinek. Feladatom-e az, hogy, őt, hogy ezt felismerve elkezdem védeni őt ezektől a Hatásoktól? Még vagy... nem. Még nem lehet. Ha megsértetted és megbántottad, akkor ezt a védelmető nem fogja elfogadni. Ugyanis sértésként és bántásként fogja értelmezni és tapasztalni a te védőszándékodat. szándékodat. Innentől kezdve, hogy te ezt fölismerted, meg kell bánni. Bocsánatot kell kérni. És hogyha megbocsátott, akkor tudod megvédeni. És mi van, ha egyszerűen csak megfigyelem őt ebben az állapotában? Akkor állatkísérletet folytatsz. Egyéb kérdés. Az önbecsapásnak mik a jelei, illetve hogyan lehet felismerni? Elmagányosodsz, elszigetelődsz, és a világ egy ideig ilyen rövid távú boldogságszénhidrátban úszik, és utána pedig kipukkan, és rájössz, hogy becsaptad magadat, és a realitás nem az, amit te szeretnél, vagy amitől félsz. A realitás talaja azt jelenti, hogy tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán gondolkodsz, tisztán érzel, helyesen ismered fel a helyzetet, helyesen teremtesz kapcsolatot, helyesen működsz. Itt a helyes, meg a tiszta, az mind azt jelenti, hogy ez a pillanat kristály tiszta. Ha nincs énség, nincs kit becsapni. Köszönöm szépen. Szívesen. Én egy 15 éves leányzó kérdését szeretném feltenni. Nem teheted fel jöjjön ide a 15 éves leányzó, és tegye fel maga. Te a saját kérdésedet kérlek szépen, hogy tegyed fel. Rendben. Hogy tudok segíteni ennek a fiatal lánynak, amik, ha olyan kérdéseket tesz fel, ami még én nem vagyok kész, illetve nem vagyok annak a tudásnak a birtokában, hogy választ adjak le. A lányod? Igen. Miért úgy kezdted, hogy egy 15 éves leány kérdése? <laughs> Mert a jelenlegi fizikai életében ő még elég fiatalnak számít. Szoktunk kapni olyan kérdést, aminél vakarjuk a fejünket, hogy merre tovább, és hogy válaszoljunk neki. Ha El kell mi sem vinned tudunk. a kérdés gazdájához, ahol a válasz van. És ilyenkor az egy fantasztikus élettapasztalat, hogy édes lányom, én nem tudom, hogy az elefántnak miért van ekkora ormánya, de elviszlek az állatkertbe. És megkérdezheted az elefánttól, uh -huh. vagy az elefánt gondozójától, vagy egy elefánt tudóstól. Nem a te dolgod, nem a szülőnek kell mindent tudni, de a szülőnek tudni kell, hogy az a tudás hol van. És tapasztaltatni kell a gyerekkel a választ. Fantasztikus folyamat. Igen, köszönöm szépen. Szívesen. Azt szeretném megkérdezni, hogy mostanában tapasztalom, hogy az emberekbe elég hamar és elég erőteljesen jelennek meg ezek az ösztön energiák, amik elég veszélyesnek érzek sokszor. És, az, és, ez igazából egy pillanat alatt képes az összes együttérzést és minden olyan jó érzést a másik emberbe megszüntetni. És az lenne a kérdésem, hogy ehhez tudnál-e valami segítséget adni, hogy hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket, a találkozunk vele? Igen, neked kell erősebbnek lenni az együttérzéssel és bölcsességgel, mint amennyire a másik fél le akarná rabolni ezeket a saját feldolgozatlan karmájával, amit te ugye Zsigmondot követve Freudi ösztön életnek és egyébnek mondasz, a kifejezés többszörösen lejárt. Tehát tudattalan karmáról, átlátatlan karmáról, autonóm módon érvényesülő karmáról beszéljünk, és akkor használható a fogalom. Tehát neked kell erősebbnek lenned, és annyik van szemból rád gyakorolni, és annyiszor leborulni a butha előtt, amennyiszer csak tudsz. Miért? Innen nem fogod tudni megoldani, ez annyira rövid idő alatt kimerül. Itt egy kicsit több van szívcsakrában, de ez is ki tud merülni. Tehát ha nem te vagy erősebb, és nem te vagy tisztább, és nem te vagy mozdulatlanabb, akkor urambocsá a kliens karmája fog rajtad uralkodni, és ez megengedhetetlen, hölgyeim és uraim. Tehát ha te nem uralod a saját karmádat, majd valaki fogja. Jó? És ez egy olyan ekvivalencia, hogy ha te úgy érzed, hogy te a szakmád, a hobbid, a hivatásod gyakorlásában te kimerültél, akkor valójában nem találtad meg az energiaforrást fennmaradtál a három fő csakra egyikében, és nem jöttél le ide a tantienbe, ahol a legnagyobb csatlakozó van az univerzális energiára. Az egyéni energiát a koreák won eredeti energiának mondták, ez az, amivel leszületsz. Ez a gyerekkorban elkezd szépen kibomlani, terebélyesedni, ahogy fejlődünk, és az öregkorunkban korunkban elkezd elszállni. A won az energiatartalma határozza meg, hogy a gyerek például mennyire mozgékony, és az információ tartalma, hogy mennyire intelligens. A DG, a nagy energia, az az, ami az univerzum, amit a fizikusok is nagyon szeretnének leírni különböző egyenletekkel. Igen ám, csak a nagy energia nélkül a kis energia nagyon gyorsan elfogy. És az összekötő energia, az üres energia, az a kongi, az üres lélegzet. Ha mi folyamatosan figyeljük a lélegzetünket, akkor a dégi és a vongi állandó kapcsolatban van. Ha meditálsz, akkor fel tudod számolni az egoitás akadályát, az állandó narratívát, az állandó gondolkodást, az állandó érzelemformálást, és akkor a wongi, kongi és dégi egyé válik. Ezt mondtam az előbb úgy, hogy a vízcsepp visszatér az óceánba. És az egyévált energia az a hapki, vagy japánul aiki. Tehát Ószenszáj, Morihei Ujesiba erre építette az Aikidót. Tehát mélységes, spirituális alapjai vannak ennek a küzdősportnak. És ez azért fontos, mert hogyha az egyé válás nincs meg, akkor nem tudod pótolni az energiádat. Tehát na tökéletes, felülmúlhatatlan felébredésre gondoljunk itt, csak egy kis höh! oxigénpalackra ugye a víz alatt, hogy kapsz egy hatalmas nagy energiacsomagot, az is ki fog merülni, de vissza kell térni a tantiembe, ahol a te tudatod még nem differenciálódott nullákra és egyekre, jóra és rosszra, énre és másra. Ezért a nem gondolkodás előtti tudat, a keletkezés és megszűnés előtti tudat, az az eredeti energia, az a fajta kozmikus energia, amiben, hogyha a saját kicsi egyéni energiádat bekapcsolod, olyan, mint egy atomerőművet kötnének egy kávédarálóra. Enélkül nem tudsz hosszú távon üzemelni, semmint gyógyító, de még megkockáztatom, semmint ember. Az embertelenség felé visz az energiaszegénység. Hogyha párhuzamosan van több út, és mindegyik remek és pompás, és a közjót szolgálja, és próbáltam belekapaszkodni ebbe a just do it szabadságba, hogy akkor gyerünk, vigyen, és mégis ott van az a megtorpanás. És nem tudom úgy tesztelni az eredményt, hogy melyik nemesebb, mert mindegyik a maga módján az, hogy ez ügyben van-e valami nem kapaszkodó. Köszönöm. Túl intelligens vagy. <laughs> nagyon jól gondolkodsz, nagyon jól menedzseled a vágyaidat, és ezért többféle út kínálkozik. De egyszerre csak egyen mehetsz. Olyan nincs, hogy mindegyik út ugyanazt a célt érje el. De az egy gyönyörű hasonlat, hogy a hegy tetején találkoznak. Igen, de a hegy tetején nem ér senki. A hegy tetején nincs semmi, csak fény. Érted? Onnantól kezdve, hogy te egy módszert választasz, alkalmazd a problémáidra, Melyik a jobb probléma megoldási módszer magadnak és másoknak? Ez a kérdés. Innentől kezdve már kialakul egy nagyon funkcionális, világos rend. És az elsődleges a jobb megoldás, közepes, a nem annyira jó megoldás, és az összes többi az futottak még. Hálásan köszönöm. Szívesen. Megkaptuk ugye ezt a tananyagot, és a csak tudattan karmatan oldalon van a a következmény ugye hol jelenik meg ez a felsorolás mellett? Két ilyen számos példa. Megtennéd, hogy elmagyarázod ezt az AB-t, hogy mit jelent? Nagyon nehezen. Tehát én olyan nehezen magyarázok példákat, már az is egy hatalmas dolog, hogy ezeket így leírtuk, tudod? Mert hát Sun zeniránytű című gyönyörűséges, eszenciális munkájából látod az ábrát. A négy szögek azok a kiegészítések, hogy egyfajta hidat képezzünk az eredeti és a mostani állapot között. Az A és a B az a karmikus matek. Mennyit segítettél, mennyi segítséget fogadtál el? Mennyit ártottál, mennyit ártottak neked? Miből csináltál ént, miből vetted ki az egoitásodat? És ennek a mateknak nagyon sok számoszlopa van. Hatalmas, nagyon komplex az ember karmája. De mindenhol van, egy átmeneti végösszeg, és amikor az életed végén visszanézel, akkor te érzed, mert az intellektus már nem tudja elhárítani, hogy te hol buktál, és hol javítottál. És ezt a matekot, ezt jó, hogyha a pillanatnyi tudatosságod már látja. Ebben a pillanatban fölfelé ment a görbe, helyesen tettem. Ebben a pillanatban hibáztam, negatív eredmény. Elfogadtam, viszonozni kell. Másnak adtam, viszonozzák. És így mennek szépen a görbék le és föl. Változnak az értékek. Plusz és mínusz. Köszönöm Jó? szépen. Szívesen. Nagyon sokszor hallok a karmára úgy beszélni, mint valamiféle törvényszerűség, ami rajtunk kívül áll. De nekem az a sejtésem, hogy valahol ez mégiscsak bennünk van, és tőlünk függ. Ezt jól sejted. Ez bennünk van, egymásban van, a természetben is van. És a ránk vonatkozó rész tőlünk függ, ez nagyon fontos. Tehát nem tőled függ az egész világegyetem. Tehát vannak ilyen nagyon-nagyon komoly, szederjes arcú buddhista gyakorlók, akik az útnak abban a fázisában vannak, amikor a tudat általi teremtettség szerintük az ő egyéni tudatuk csak. Ugye? Hogy a te egyéni tudatod teremti ezt az egészet? Nem. Jó hírem van, csak homo sapiensből, 7,8 milliárd, de jelenleg ennyien vagyunk, ennyien veszünk részt a teremtésben, az emberi világ teremtésében. Tehát ez így megy, bennünk van, bennünk is van, másban is van ez a törvény, és felébredettségünk mértékében látunk rá erre a törvényre. A jó hír az, hogy ez teljesen véleményfüggetlen, te akármit gondolsz róla, ez akkor is úgy működik. Ha szereted, ha nem szereted, akkor is úgy működik. Tehát az ok és okozat törvénye világos, és a törvény, a darma, a működésében tapasztalt jelenség sor a karma. A sokat emlegetett tantienbe való energialevitel a felső három csakrából, ahol túlteng, mi ez a gyakorlat? Ezt most itt ripítjon, meg lehet tanulni? <laughs> vagy lehet róla tudni valamit? Vagy, vagy ez, ez egy hosszabb, egy 90 napos elvonulás? Vagy Mit szabad... szeretnél? Ripítjom zent? Igen! Instant zent! Tehát, <laughs> hogy mi a technikája? Tetszene, mi? <gül> Nagyon. <laughs> Hazaviszed a kis titkos kulcsot, Igen. megkaptad a beavatást, és akkor minden rendben van? Hát nem. Egyetlen pillanat is elég hozzá, hogy te észrevet, hogy itt sokkal több erőd és szilárdságod van köldökcsakrában, és életek során gyakorolhatod. Tehát ez az a pont, ahol egyébként a téridőnek az a fajta felfogása, ami az elméhez köthető, megszűnik. Az, hogyha te tantien praxist akarsz folytatni, a bevezetőben elhangzott instrukciók már elegek. Viszont a 90 nap sem elég, hogy teljesen kidolgozd és megszilárdítsd magad, lehet, hogy kell egy újabb 90 napos. Az én kérdésem az, hogy te mennyi időt és energiát szeretnél szállni, rá, mert pontosan annyit fogsz kapni belőle. Egy ilyen kis ripityomot, azt mindenki hazavisz most, de út közben is veszíted, kiesik az autóból. Meg véletlenül máshova teszed otthon, és nem találod meg másnap. Tehát, hogyha nem teremtesz szokást belőle, akkor miről beszélünk? A nagymestereket arról lehetett fölismerni, hogy gyakoroltak, de már észre se vették, hogy gyakoroltak. Tanítottak, már észre se vették, hogy tanítottak. Csak teljes éberséggel és éntelenséggel tették ezt. Én ezt kívánom neked. Köszönöm szépen. Szívesen. Én azt szeretném kérdezni, hogy honnan tudjuk, hogy hol tartunk a körön, és hogy mi a következő teendő. Mennyire tudsz érdemben segíteni másoknak, mennyi segítségre van szükséged a külvilágtól. Ez az egyik együttható. A másik, hogy mennyire érzed tényleg ezt a szabadság felelősség együtthatót, mennyire érzed a saját életedet. És hogyha úgy érzed, hogy nem a saját életedet éled, hogy sokkal több segítségre van szükséged, mint amennyit tudsz adni, akkor még van munka. Köszönöm. Szívesen. A kör az egy egyszeri kör, vagy az élet különböző aspektusaiban, különböző témáiban, mondjuk párkapcsolatban egy újra és újra magasabb szintre érkező megismételtő kör. Hogyha a párkapcsolati oldalról nézzük, akkor ez többszintes, többkörös, végtelen fejlődés. Ezt téged milyen érzéssel tölt Még lesz egy párkör. Igen, ebben viszont már a párod nagyobb szerepet fog játszani. Köszönöm ismét a lehetőséget. Lincs a pártról szeretnék kérdezni, hogy az kötődik ehhez a vonalhoz, vagy ez teljesen más vonal? Jó a kérdésed, kötődik. Röviden szólva, 28 generáció után ment a tan Indiából Kínába úgy, hogy annak nagyon nagy nyoma volt. Tehát előtte is már több évszázadon keresztül úgy szivárgott a tan Kínába, de senkire nem emlékszünk annyira, mint a Buddha utáni 28. pátriárkára, Bóthi Darmára. Ő hozzá, hozzáadunk hat generációt, és akkor ő lett Huineng, a hatodik pátriárka, és a hatodik pátriárkával megszakad az úgynevezett monolineáris, az egyszemélyi átadás, és ő öt iskolát hozott létre, és ebből az egyik a lincsi vagy rinzai koreol iskola, ahol a kuan praxis, az intuitív kölcsönhatás nagyon nagy szerepet játszik. Tehát mi a lincsi iskolának így a szellemi leszármazottai vagyunk. A kuan praxisról még annyit, hogy nagyon sokan ilyen rejtélyes történetnek, ilyen kis cukorfalat történetnek, vagy ilyen megoldhatatlan paradoxnak fogják ezt fel. A kuan helyzete az, ahol az intellektusod nem tudja megoldani a kérdést egészlegesen. És ezt érzed is, mindig csak valami részmegoldás születik, ahogy azt az interjún hallhatod, megint leestél a ló egyik oldalára, vigyázz, hogy ne es a másikra. A kuanok teljesen meghaladtatják veled a személyes karmádat, és eljuttatnak egy olyan birodalomba, ahol a gondolkodás nem segít. És ekkor lépve valójában a zen kapuján, amikor a dualisztikus gondolkodásról te lemondasz. Le kell, hogy mondj, mert a dualisztikus gondolkodás nem fogja megoldani a kuhan kérdését. És akkor valami egyéb lesz, amit ilyen nagyon finom jelnek látsz a gondolkodás zaja mögött, és ez az intuíció. Az intuíció nem egyenlő a kognitív, tehát értelmi intelligenciáddal, nem egyenlő az érzelmi intelligenciáddal, amellett, hogy gondolatok és érzelmek formájában is kifejeződik, magára húzza a ruhát. De tettekben és szavakban is megnyilatkozik. Az intuíció, ha teljesen tiszta, akkor az igazi önvalód megnyilatkozása egy pillanatnyi fénycsóvában, egy pillanatnyi tisztaságban. És akkor a paradoxonoknak a pólusai kisülnek és a tükörszerű tudatod nem tudod honnan, de szolgáltatja a választ a kérdésre. Ezért folytatunk Kuan praxis nem azért, mert ismeretlen eredetű zenmestereknek a problémáit szeretnénk megoldani. Egyébként fantasztikusak a történetek, de ne csak olvasd, enged mélyre, és lásd azt, hogy ezt te a saját karmádból, a saját szokásaiddal nem fogod tudni megoldani. Na ez az, ami a komfortzónádból kilendít. Ez az, ami hajt az úton előre, hogy te ténylegesen változz, és pillanatsd meg igazi önvalódat. Ennek a működése, ennek az intuitív szikrája fogja a választ adni, és ne akart tudni, hogy honnan. Mert ha tudod, hogy honnan, az már nem az. Feltétlenül meg kell tapasztalnunk, Ebben a létezésünkben, egész életünkben a dualitást, vagy esetleg ettől meg tudunk szabadulni? Hát vannak szünetek, vannak olyan állapotok, amikor egy kicsikét ki tudod kapcsolni a fejedet. Hát a meditáció mondjuk erről szól, ezért is pihentető, ha jól csinálod, mert nem probléma megoldó üzemben vagy, hanem probléma megszüntető üzemmódban vagy, nagyon más. Hát a problémát a gyökeréből, a saját dualitásodból szépen így kiveszed és visszatérsz a gondolkodás elé. Nem csak ez az üzemmód van. A legerősebb dualitás az a 90 fok, mert minden tudsz, és mindent gondolsz. 180 fok, csak ennyi. Itt egy darab dualitás sincs. 270-nél a dualitások átalakíthatók bármilyen más dualitásba. 360-nál meg természetes részei az életednek. Ezek szerint elérhető az is, hogy teljesen dualitásmentesen tudja élni az ember az életét? El tud eddig jutni? Rá tud látni a dualitásokra, megismerheti a természetüket, beláthatja általunk teremtett mi voltát, de dualitások nélkül nincs élet? Mert akkor már nincs fejlődés. Nem, nincs élet. Ha fejlődik, hanem. Dualitások nélkül nincs élet. Férfi és nő nélkül nincs élet. Jó és rossz nélkül nincs élet, csak az, hogy te ezt létrehozod, és tudatosan teremted, helyesen működteted, vagy sem, ez a különbség. Az avidja és a vidja között csak egy a a fosztóképző, de ez minden. Minden. Tehát örülünk a dualitásoknak, mert tanulunk belőlük, és végre megtaláljuk saját teremtő mi voltunkat, és végre szabadon teremtünk felelősséget vállalva. Hidd el, hogyha az emberek ezt tapasztalnák, nagyon más világot teremtenénk, és nem hivatkoznánk másra, hogy ilyenek vagyunk. Köszönöm szépen. Szívesen. Én őszintén remélem, hogy praxisunk által belátjuk azt, hogy tényleg kik vagyunk, mi az utunk, szabadon vállalunk felelősséget, és a felelősség vállalás által elnyerjük szabadságunkat, és ezen az úton nagyon sok embernek segítünk másoknak és magunknak egyaránt. Eredetileg nincs betegség, eredetileg nincs gyógyítás sem. Ez a kettő egymáshoz tartozik, és ezt a kettőt mi hozzuk létre. Kívánom azt, hogy teljes testi és lelki egészségben járjuk az utat, tudván, hogy ez lehetetlen. Tudván, hogy az erre való törekvés már hatalmas tanítás és tanulás, és hogyha ezen az úton felébredünk, akkor ténylegesen tudunk segíteni ezen a világon és magunkon. Ameddig a teremtettséget nem látjuk be, ameddig azonosulunk a karmákkal, addig nem tudjuk elfoglalni teremtő mi voltunkat, amely itt lent van, nem ott fönt, nem alul, itt, ezen a síkon van. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, a jelenlétet, és kívánom azt, hogy együtt gyakorolva érjük el a felébredést, a megszabadulást, és segítsünk minden lényen. Because I'm que